Ma, október 3-án, rendkívüli eseményben volt részem. Reggel, amint felébredtem, szólítottam Mavrannak, ezt mondta. Gogol 1834-ben játszódó története egy valódi napló, amelyet Poprischin, a címzetes fogalmazó ír. A kis hivatalnok kezdetben kutyákkal beszélget, később spanyol királynak képzeli magát, majd a spanyol inkvizíció fogságába, valójában a bolondok házába kerül. Naplója folyamatosan rögzíti megőrülésének történetét, így jutunk el a szórakozott csinovnyiktól a személyiségzavarban szenvedő őrültig. Az előadás, amelyet korábban számos színház játszott nagy sikerrel, ezúttal Keresztes Tamás, a Katona József Színház művésze és Bodó Viktor rendező ötletéből született meg. Bár a próba folyamat mindössze egy hónap volt, azt másfél évnyi közös gondolkodás előzte meg. Ez nagyon hasznos volt, ez a másfél éves gondolkodási idő. Tehát az alatt nagyon sok minden azért a fejben megszületett, olyannyira, hogy amikor oda jutottunk, hogy egy hétfői napon nekiálltunk annak az egy hónapos próbaidőszaknak, akkor tulajdonképpen már ott állt a díszlet a színpadon, egy kicsit be volt világítva, én jelmezben álltam, és azt javasoltam, hogy akkor az első próbán hagyd mondjam el elejétől a végéig a szöveget, amit addigra már tudtam, így aztán elégnek bizonyult ez az egy hónapos próbaidőszak, ami amúgy önmagában kevés lett volna, ha nem tudunk ennyire rákészülni előtte. Kicsit olyan volt, mintha egy hónapos főpróba hetünk lett volna. Keresztes Tamás nem csak előadja a monodrámát, általa születik meg élőben a különös atmoszférát teremtő zene, és a művész maga tervezte a produkció díszletét is. Egyszer csak egyre erősebben elkezdett ez a díszletterv úgy halványan, foszlányaiban megfogalmazódni a fejemben, és akkor egyszer csak csináltam egy pici makettet otthon, hirtelen felindulásból, három papírlapból, mert ez nagyjából három darab fal. És amikor már ott volt a kezemben az a három faldarab, akkor az még meglódította a fantáziát, és akkor ott elkezdtem már ezen berajzolgatni, hogy mi mit tudhatna. Az előadást az Orlai Produkciós Iroda szervezésében láthatta a közönség a Móri Zsigmond Színházban. Most látom csak, hogy neki egy másik kis kutyát szabrász, azt, aki az imént a két hölgyet követte. Ugyan, édes Jolikám, te félre ismersz a saját szememmel, látom, hogy ezt meg neki mondta!